Nézzétek ezt a kis cukiságot! Az egyik leggyakrabban feltett kérdés, amire nagyon nehéz válaszolnom, hogy melyik a legjobb, olcsó fény, amivel el lehet kezdeni a videózás, hogyha egy következő szintre szeretnénk emelni, például, hogy most is világítom magam. Hát a kérdést nem nehéz megválaszolni mostantól, ugyanis nem szeretnék a videó végig spoilerezni, hanem el kell, hogy mondjam, hogy amit az Aputure alkotott, az Amaran 60-as széria, nem csak funkcióban, nem csak dizájnban, hogy magaddal tudod vinni, de árban is annyira odaveri a konkurenciát, hogy most már ez az a fény, amit bármilyen szintű kreátornak tudok ajánlani. Nem csak akkor, hogyha kezdeni szeretnél, vagy most vagy az elején, de azoknak is, akiknek mondjuk már van egy kitjük, és szeretnék egy ilyen ultra könnyen hordozható kis fényt magukkal vinni. Mindent át fogunk beszélni, arról, hogy mennyire jók a funkciói, milyen magas minőségű, megosztok néhány tippet, trükköt, hogy hogy érdemes használni, úgyhogy tényleg attól még, mert most mindent elmondtam az elején, maradj a videó végéig, kezdjünk is bele, de először intro. Disclaimer, ahogy mindig szokott jönni, az Aputure elküldte nekem ezt a fényt, de semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy mit mondok róla, hogyan mutatom ezt be nektek, úgyhogy minden gondolatom, amit itt hallotok, az az én őszinte véleményem. Jó, most, hogy ezt megbeszéltük, beszéljünk arról, hogy miért ez a legjobb opció szerintem, bármilyen content kreatornak. Hogyha megnézzük a különböző konkurenciákat, a Godox SL60-nal, vagy a Nenlight Force 60-nal, Viltrox V-Light Ninja 300, és persze az a fény, amivel én kezdtem, a Socan X60, tényleg mindegyik nagyon-nagyon jó opció, és nem tudsz rosszul választani, de most az Aputure egy akkorát alkotott, ami tényleg az elvárásokat is felülmúlja. Nem csak ez az egyedi kialakítás, a minőség, de pont, hogy az ár teszi verhetetlenné. A D az sima 5600-as, olyan 60 000, míg a több color temperature színhőmérséklettel használható 80 000 forintba kerül. Itt van egy tábla, hogy össze tudjuk vetni a különböző más fényekkel is. Nézzétek meg, hogy mit gondolsz róla, de a lényeg, hogy a nagyon király formájához és funkcióhoz képest az ár az, ami igazán tényleg legyőzi a konkurenciát, mert az, hogy egy ilyen 30-40 000 forinttal olcsóbb, szerintem az egyértelműen azt mondja, hogy nincs kérdés. De hogy konkrét legyek, a 60D az 60 000 forint, a Nenlight Forca 60, az olyan 110 000, a Godoxnak az ML60-asa 80 000, és hogyha megyünk az X a Bicolor verzióra, a 60X az 80 000 forint, a Nenlight Forca az 140 000, a Godox ML60 120 000. És hiába a Nenlight meg a Godox volt az első ebben a kategóriában, hogyha ma 2022-ben összehasonlítjuk, akkor az Amaran 60-as szériának annyira durván sok az előnye, hogy nincs is miről beszélni. Talán a kettő nagy különbség, ami az ár mellett is nagyon fontos, hogy alapnatív Bowman-szment van benne, és V-mount csatlakozó van rajta. Mindjárt kifejtem, de először nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Hát maga a doboz is nagyon király, egy kemény, kialakítású ilyen hab, baromi jól néz ki, minden elfér benne, tökéletes védelmet ad, és igazából úgy érzem, hogy szívesen elviszem bármilyen forgatásra, csak hogy menőzzek vele. Oké. A dobozban minden benne van, ami kvázi egy ilyen kezdő kitbe kell. Nyilván benne van a fény, egy kisebb Bowman's Mount-os kis tölcsér, az áramforrás és egy nagyon jó ilyen csatlakozó, ami amúgy 90 fokban hajlítható is, és még egy NPF Sony akkumulátor csatlakoztató is, amit egyből rá tudsz rakni. Maga amúgy az anyaga plasztik a fénynek, mindjárt beszélünk erről, de plasztik maga a Bowman's tölcsér is, ami egy picit furcsa nekem, mert még soha nem láttam ilyet, úgyhogy nem tudok arról beszélni, hogy mondjuk idővel mennyire fog jól működni, vagy elhajlik, hogy fog mondjuk a különböző ilyen külső behatásokra reagálni. Plusz az is egy fontos pont, hogy
ez a legdurvább ilyen középső fényspot, amit valaha láttam, ami, oké, nem biztos, hogy ezzel a sima töltsérrel szeretnénk használni, hiszen ha mondjuk rárakunk egy normális softboxot, amin több diffúzor, derítő réteg is van, akkor már tényleg semmi nem fog benne látszani. Beszéljünk a fényről, hát maga a felépítése szerintem nagyon király, annak ellenére, ahogy mondtam, hogy műanyagból van, de abból a legjobb minőség. Nem hinném, hogy összetörhetetlen, nem is szeretnék valamilyen tesztet csinálni róla, de hogyha tudatosan nem akarod eltörni, akkor szerintem semmi baja nem lesz. A design kapcsán elég sok mindenről kell beszélnünk, hát először maga ez a forma, hát engem arra emlékeztet, mint egy ilyen Red Cinema kamera, ami nagyon-nagyon király. Már abból tudhatjuk, hogy ha ránézünk ezekre a fényekre, hogy nagyon sokat foglalkoztak a dizájnnal. Az első dolog, ami nekem szembe tűnik, hogy a kijelző az nem hátul van, hanem az oldalán a fénynek, nyilván a kontroll pedig hátul van, és nagyon egyszerű, hogy ennek mi az oka, mert konkrétan a fényen át lehet látni, ami baromi jól segíti a hűtést, nem kell annyira bekapcsolni a ventilátoroknak, és egyáltalán nem zajosak, tehát ugye így, mivel keresztbe átmegy az egész, nem alul vagy oldalt megy, nem fog annyira felpörögni, egyáltalán nem zajos, tehát ez a leghalkabb fény, főleg, hogyha még az Amaran 100 vagy 200-hoz viszonyítjuk, úgyhogy semmi gondunk nem lesz ezzel, hogyha így egy ilyen beszédhez szeretnénk használni. Tényleg remek munkát végzett az Aputure-nek a design csapata, és hogyha már az LCD, a kijelző elég nagy, főleg az ekkora mérethez képest, be tudod állítani, illetve láthatod, hogy mekkora a fényerő, van-e Bluetooth csatlakozás, és az X-verzión azt is, hogy milyen színhőmérsékleten vagy. Alul nincsen beépítve a csatlakozó, hanem ez egy tipikus bármilyen eszközre, állványra, ballheadre, friction armokra, amiről amúgy van egy videóm, ha még nem láttad, nézd meg, rárakható, és mivel annyira könnyű, tényleg bárhova fel lehet szerelni, de hogyha használjuk a hozzácsatlakozó kis adaptert, azt nem csak simán valamilyen fényállványra rárakhatjuk, hanem funkcionál úgy is, hogyha kézben szeretnénk tartani, és mondjuk megyünk valahova, és valaki segít nekünk, akkor kézben is tudja használni, és így baromi jó, hogy látjuk azt, hogy oldalt mi történik, be tudjuk állítani, és az oldalán ott van az említett V-mount csatlakozó, még ilyen összegben is láthattunk hasonlót, például a Viltrox-nak, a V-Light Ninja-nak is van csatlakozója, de ez különösen jó, hogy alapból V-mount, bár jár a dobozban hozzá egy NPF aksi adapter, ahogy mondtam, hogy kettőt is rárakhatunk, ami amúgy a 45 percet bír ki 100%-os világossággal, fénnyel, de használhatunk V-mount akkumulátorokat, amit amúgy, hogyha van neked ugye egyértelmű, ha meddig nincsen, hát mindenféleképpen iratkozz fel és nyomd be a csengőt, mert jön egy külön videó arról, hogy miért baromi jó dolog egy V-mount akkumulátor, és például, hogyha ide is csak simán felrakjuk, egy D-tappes, úgynevezett D-tapp kábellel rá is tudjuk csatlakoztatni, és a csatlakoztatóról annyit, hogy így be lehet tekerni a dolgokat, tehát nem kell félnünk attól, hogy ki fog esni ebből az egészből, hanem pontosan mindig számíthatunk arra, hogy adni fogja azt a fényt, és hogyha már itt tartunk, mind ha akkumulátorról, mind pedig, hogyha áramba dugjuk be ezt a nagyon király kis fényt, ugyanazt az energiát, azt az erőt és fényerőt fogjuk kapni. Most beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk kezelni ezeket, és jönnek a tippek, trükkök. Szerintem nagyon egyszerű, ugye látunk mindent az LCD-be, és a mögötte lévő kis tekerőt, igazából ezzel állítunk be mindent, látszik, hogy jó minőségű, könnyű tekerni, és 1%-onként tudjuk a fényerőt állítani, ha pedig benyomogatjuk röviden a gombot, akkor pedig 10%-okba tudunk ugrálni. Hogyha az X verzió van, tehát a több típusú színhőmérsékletű, akkor hogyha egy olyan 3 másodpercig benyomjuk ezt a tekerőt, akkor átvált az irányítás arra, hogy 2700-tól 6500 Kelvinig be tudjuk állítani a fényerőt, és hogyha röviden nyomkodjuk ennél az opciónál, akkor pedig előre beállított ezres léptékekkel tudunk különböző színhőmérsékletek között váltani.
Nem lenne egy epicsörös videó, hogyha nem említeném meg a Sidus linket, ami szerintem most a piacon a legkirályabb mobiltelefonos app, amivel a fényeinket tudjuk kezelni. Nem elég, hogy saját magunknak preszeteket állíthatunk, vagy ha van más Aperture vagy Amaran fényünk, ami kompatibilis a Sidus linkkel, hanem már ez a kis fény is tud különböző effekteket, tudod, a tipikus ilyen, ha mondjuk tüzet szeretnénk imitálni, paparazzikat, tévé, ahogy flikker ránk, így villog, ezeket is nagyon jól tudjuk használni, és hogyha vannak más fényeink, ugye össze tudjuk velük kötni, ami már egy nagyon jó, és akkor így tudunk különböző fény setupokat beállítani, és csak rányomunk a presetre, csatlakoztatva vannak a fények, és már tudunk is dolgozni. Beszéljük át, hogy mennyire színhelyes ez az eszköz, és mondok néhány értéket, hiszen maga ez a fény nagyon-nagyon pici, és látszik is ugye, hogy középpontra összpontosul, de hát épp ezért fogunk valamilyen softboxot, diffúzort használni, mert úgy ugye, ahogy az előbb is elmondtam, nem lesz nagy különbség. Néhány érték. A CRI az 96 pluszos, a TLCI az 98 pluszos, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pontos a fény. És ahogy mondtam, az X-séria 2700-tól 6500 Kelvinig megy, viszont itt fontos elmondani, hogy más fények a 2700-nál, 6500-nál el tudják veszteni a színhelyességüket, itt nem. Ez mindig pontosan fényerőtől függetlenül jól működik, de azért itt egy pro tip, ajánlom, hogy mindig egyedi fehér egyensúlyt használj. Következő dolog, hogy ugye 60-asnak hívják, de igazából 65 wattot, tehát egy olyan egyharmad stoppal többet ad ki, mint a más konkurens ekkora budget fények, de hogyha belekalkuláljuk a különböző dolgokat, mint hogy áramforrás, hogy az LCD, ez akkor olyan 76 watt körül lesz, és hogyha összevetjük az említett különböző fényekkel, akkor ez az egyharmad stop lehet, hogy annyira nem nagy, de pont mégis neked egy extra dolog, főleg, hogyha belekalkuláljuk azt, hogy mennyivel olcsóbb. Királyfunkciók, nagyon pici, egyedi, jól néz ki, és 30-40 ezer forinttal olcsóbb. Szerintem éppen ezért az Amaran 60 széria a legjobb a kezdő vagy egy extra kitbe építhető fényeknek a ilyen mondjuk kis kreátoroknak vagy kezdő kreátoroknak. Nyilván, hogyha mondjuk már vannak Godox fényeid vagy Nenlight fényeid, akkor nem biztos, hogy érdemes váltani, hanem mondjuk abban a rendszerben maradhatsz. De én még így is átgondolnám, mert ha bár imádom a Nenlight-nak a Pavotube szériáját, tudod, ezek az RGB hosszú fénycsövek, de van az Aperture-nek egy társ márkája, a CGS Light, ami ugyanolyan minőségű, talán még jobb is, de az óriási előnye, árban is kb. Ott van, de az óriási előnye az az, hogy kompatibilis a Sidus Link appal, és azzal is tudjuk kezelni. Tehát, hogyha eddig mondjuk volt pár olcsóbb fényed, lehet, hogy azt eladhatod, lehet, hogy egy picit buksz rajta, de elindulhatsz egy nagyon magas minőségű márkával való kit építésén, ami az Aperture és neki az Amaran szériája. Most te jössz. Mit gondolsz? Valóban az Amaran 60 széria a legjobb ilyen olcsó opció, főleg, hogyha mondjuk majd össze szeretnénk vetni és építeni a nagyobb tesókkal, 100-200-as Amaranokkal, vagy mondjuk valami más használnál. Kérlek, mondd el a véleményed a kommentbe, és folytassuk a beszélgetést ott. Linkek a leírásban, a like-gomb alatt, amit tudod, hogy mit kell vele csinálnod. Nagyon megköszönöm, hogyha benyomod, és hogyha már ott tartasz, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot is, és a kis csengőt is, hiszen rengeteg tartalommal jövök, ami ugyanúgy ilyen videós, fotós, kreátor, tech review, de persze tippekkel és trükkökkel, de mindez még semmi ahhoz képest, mint amikor konkrétan elviszlek titeket forgatásokra, ilyen BTS vlog stílusban, ahol megmutatom, hogy hogy jövök a kreatív ötleteimmel, hogyan veszem fel, editálom a creamy bírólaimat. Szóval, hogyha ez olyan, ami téged érdekel, akkor tudod, hogy mit kell tenned. Akárhogy is, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, nagyon remélem, hogy értékesnek, informatívnak találtad.
és hogy találkozunk a következő videóban. Szia! Sziasztok!